Az óvodás gyerekek kötelesek iskolába menni abban az évben, amiben augusztus 31-éig a 6. életévüket betöltik. Ez alól eddig az óvoda mentette fel az iskola érettséget vizsgálva, illetve a szülő is kérhette, hogy tartsák vissza egy évig a gyerekét. Ám egy törvénymódosítással ez 2020. január 1-től megváltozik. Jövő évtől ugyanis az oktatási hivatal bírálja el az iskola érettségi felmentéseket. Így, ha a szülő úgy véli, nem érett még a 6 éves gyermeke valamilyen ok miatt az iskolába járásra, akkor a hivatalhoz kell kérelmet benyújtania. Ezzel sokak szerint körülményesebbé és nehezebbé válik annak elintézése, hogy a gyermeket visszatartsák az iskolától. A Tolna megyei pedagógiai szakszolgálat főigazgatója viszont úgy véli, ezzel az új eljárással ki lehet majd szűrni az indokolatlan felmentéseket. Változást az indokolta, hogy kiszűrjék azokat az eseteket, amikor esetleg indokolatlanul maradt a gyermek az óvodában, tehát hogy ne fenntartói kérdések döntsenek arról, hogy most egy gyermek mehet-e iskolába, vagy ne kényelmi szempontok döntsenek arról, hogy mehet-e iskolába, vagy nem, hanem a gyermek mindenek felett álló érdeke, tehát ha érett, alkalmas, akkor menjen, ha meg nem, akkor maradjon. A szakértői vizsgálat során nézik a gyerek tér- és időbeli tájékozódását, gondolkodási képességét, vizuális emlékezetét, beszédét, továbbá egy sor másik képességet. Azokat az iskolai készségeket nézzük, amelyek az alapkultúrtechnikák elsajátításához szükségesek, tehát az olvasás, írás, számolás elsajátításához szükséges alapkészségeket tulajdonképpen. Általános tájékozottság, grafomotoros készség, tehát az íráskészség vagy rajzolási készség még ugye óvodában, de nyilván ez későbbi írásnak az alapja. Azok a szülők, akiknek a gyermeke tanköteles korú, de szeretnének egy év halasztást kérni a beiskolázás alól, januárban adhatják be kérelmüket az oktatási hivatal internetes felületén. Az elbírálást pedagógiai szakértők végzik.